Azt mondják, az idő rettentő értékes tud lenni. Ha lenne 24 órátok, amit szabadon felhasználhatnátok, mit kezdenétek vele? Én az alábbira gondoltam. Nos, jó reggelt mindenkinek! Jelenleg 6 óra 47 perc van, és én itt ülök fenn a Tihanyi apátságnak a falán, na de mit fogunk csinálni? Körbe szeretném utazni a Balatont 24 óra alatt úgy, hogy ez a 24 óra tele legyen programmal és látványossággal. Ezt a videót nem egyedül fogom csinálni, hanem a Coca-Colával közösen. Jelenleg zajlik a netre szomjazó kampányuk, ami azt jelenti, hogy 100 megabájt internetet találtok minden nyitófül alatt. Én ezt a kódot, ami a nyitófül alatt rejlik, be fogom aktiválni a telefonomba, és ezt fogom használni arra, hogy a navigáció körbevezessen a Balatonon. Ez viszont azzal jár, hogy már nem használom az Instagramot, se a Facebookot és a YouTube-ot sem. 100 megabájtom lesz 24 órára, elméletileg elégnek kell lennie, hogyha nem lenne elég, akkor van egy B-termem is. Vágjunk bele a 24 órába, tegnap este összeírtam a programokat, az első nem más, mint a napkelte. Kicsit nehéz itt hagyni ezt a látványt, szerintem a napkelték már eleve színben is teljesen máshogy néznek ki, mint a naplementék. És én speciál régen soha nem láttam napkeltéket, nincs a naplementéket vártam meg, mert lusta vagyok felkelni reggelente. Mögöttem egyébként nagyon sok horgász van, és elkezdtek járni az autók is, most van jelenleg 7 óra 56, és gondolom viszik a gyerekeket iskolába, hogyha nem késnek el. Most viszont mi átmegyünk oda, ugyanis megyünk Balatonfüredre, az lesz az első megállónk. Nos, megérkeztünk Balatonfüredre, és itt fogok reggelizni. Kinéztem magamnak egy olyan helyet, ami elég nevezetes Balatonfüreden, és ez nem más, mint a Karolina kávéház, remélem, hogy már nyitva van. Egyébként azt akartam mondani nektek, hogy reggelente azért most eléggé csípős az idő, azért vagyok pulcsiban. 8:30 lesz jelenleg, viszont a Karolina kávéház még nincsen nyitva, 9-kor nyitnak, úgyhogy addig kinézzünk a kikötőbe. Kinyitott a Karolina kávéház, és meg fogom kérdezni őket, hogy esetleg fel tudják-e tölteni a drónomnak az aksiát, mert tegnap este egy kicsit hanyag voltam. Úgyhogy összességében kérni fogok egy rántottát, egy műzlit és egy konnektort. Egy rántotta, paradicsom, paprika, banánturmix, és még a drónt is feltöltik. 9 óra 41 van, és indulunk tovább. Megmondom nektek őszintén, én ennyire részletesen még nem mentem végig a Balatonon, és hihetetlen, hogy milyen kis eldugott és szép helyek léteznek. De most őszintén, ezt figyeld! Ami most viszont nagyon érdekes, hogy köd van, és a Balatonnak az alja teljesen összemosódik az éggel. Amint beköszönt a szeptember, a Balaton az elcsendesedik. Szóval bárhova megyek, teljesen mindenhol nyugalom van, csend van, és nincsen semmi zaj. A vonatoktól eltekintve tényleg csend van. A következő megállónk Siófok volt, és igaz, már közeledett az ebéd, de hát valamit nem lehet kihagyni, hogyha Balatonon vagy. Köszi szépen! Köszi, hello! Mit észrevettem, hogy én körülbelül június elejétől szeptember végéig szerintem nem túlzok, hogyha 25-ször, 30-szor biztos, hogy repültem. És a Magyarországon lévő nyaralás egy teljesen más, de ugyanolyan jó élményt tud adni. Szóval én ezt nagyon tudom nektek tanácsolni, hogyha például elmentek ugyanúgy, mint én most a Balaton körútra, elmentek esetleg különböző tavakra, elmentek különböző, nagyon sok kalandparkon, azt is néztem, hogy Zamárdiumban is van egy kalandpark, arra is gondoltam, hogy ezt megnézzük, hogy tényleg olyan sok alternatív programra van lehetőség. Következő megállónk egyébként, most ez így hülyén jön ki, de már tényleg nagyon ilyes voltam, az a Kis Tücsök étterem lesz. Ezt az éttermet a nővérem ajánlotta nekem, ő mondta, hogy mindenképpen nézek oda, úgyhogy menjünk a Kis Tücsök étterembe, miután megettem a lángosomat, és valószínűleg nem fog tudni enni semmit sem. Megérkeztünk a Kis Tücsök étteremhez. Volt már veletek is olyan, hogy nem bírtok egyszerűen többet enni, de annyira finom valami, hogy nem tudjátok abba hagyni. Na most pontosan ez történt. Olyan kajakóma jött rám, hogy hihetetlen. A következő megállónk az Hévíz lesz, de előtte még megállunk most valahol, és egy kicsit elszpoilerezem nektek, hogy mi lesz az utolsó programunk ma.
inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no I can't keep silent. Minden terv szerint haladt, időben megérkeztünk Hévízre, viszont belebotlottunk egy kis problémába. Ugyanis a fürdő éppen bezárt. Sajnos a fürdő bezárt, viszont én tudok egy alternatívát. És lehet, hogy összességében végül sokkal hangulatosabb itt a Balatonban fürdeni, mint Hévízen. 21 fokot írt még délelőtt, de ez biztos, hogy nem 21 fok, szóval még nagyon-nagyon meleg a tó. 7 óra. Szerintem induljunk vissza Tihanyba, és akkor jöhet az utolsó mai program, ami nem más, mint az esti horgászat. Konklúziók. Este 8 óra van, és mondhatom azt, hogy sikeresen körbe mentünk a Balatonon. Konklúzió 1. Egy darab kóddal a nyitó füladat, sikeresen körbe tud navigálni magadat a Balatonon. Konklúzió 2. Magyarország nagyon-nagyon szép, és teljesen más élményeken mész át, hogyha nem a messzi tájakon gondolkodsz, hanem tényleg az itthoni helyeket szeretnéd megnézni. Konklúzió 3. Nagyon sok szúnyog van. Konklúzió 4. Nem elég 2 kamera aksi, nagyon-nagyon lemerülőben jár. Szeretném, hogyha tudnátok, és itt a kezemet a szívemre rakom, hogy minden egyes időpont, amit én mondtam a videóban, az valós. Szóval, hogyha én most azt mondom, hogy itt kint maradok este horgászni, akkor az tényleg kint maradok este horgászni jelent. Viszont, mivel a kamera aksi eléggé határesetem van, és én még nagyon szeretnék egy ilyen pont egy ilyen lámpás képet csinálni, ezért szükségem lesz még rá. Úgyhogy a horgászatból sok mindent nem láttok, hogyha fogok valamit, akkor azt le fogom nektek fotózni a telefonommal, és majd holnap meg fogom nektek mutatni. A szállásra biztos, hogy el fogok menni, mert felelőtlenség lenne másnap szerintem úgy hazavezetni Budapestre, hogy nem aludtam semmit. De úgy gondolom, hogy összességében sikerült a túra, amit terveztünk. Azt észrevettétek, hogy a túra alatt néha többes számban beszéltem. Na de miért? Ugyanis volt egy utitársam ma. Azt hiszem, hogy kevés. Benny nagyon sokat segített ma, úgyhogy egy thumbs up-ot már ő miatta megérdemel minden. Köszönöm szépen a segítséget. Nagyon szívesen. Aludjál tovább. Jó éjszakát. És természetesen a kiköszönésnél lemerült a kamerám. Köszönöm szépen, srácok, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a videó. A Coca-Cola-nak pedig köszönöm, hogy ilyen szabad kezet kaptam és támogatta az ötletemet. Minden fontos információt a Netresomiazóval kapcsolatban megtaláltok lent a leírásban. Sziasztok!